A hőmérséklet mínusz 7 fok. Én meg ott ültem kaliforniai check-inben és ingyenben, laza könnyű nadrágomban, nyári zoknimban és lyukas cipőmben. Ahogy földet értünk, mindenki magára vette a téli kabátját, sapkáját, kesztyűjét, sáját. Magam elé engedtem az összes utast, majd lemásztam a mozgó lépcsőn. Frenchy az épületnek dőlve várt. Frenchy drámát tanított és könyveket gyűjtött. Főleg az enyémeket. Isten hozott Kansas City-ben Ginesky, mondta, és átnyújtott egy üveg tekilát. Meghúztam és követtem őt a parkolóba. Nem volt csomagom, csak egy aktatáskányi vers volt nálam. Az autója kényelmes volt és meleg. Felváltva ittunk az üvegből. Az utak le voltak fagyva. Nem tud el mindenki ilyen csúszós utakon vezetni, mondta Frenchy. Az embernek tudnia kell, mit csinál. Kinyitottam a portfóliómat, és nekiálltam felolvasni Frenchynek egy szerelmes verset, amit Lydia adott oda még a reptéren. Lila farkat hajlik, mint egy, és mikor kinyomom egy pattanásod, a geny kilövel, mint a sperma. A kurva életbe üvöltötte Frenchy. Az autó megpördült. Frenchy tekerte a kormányt ide-oda. Frenchy garrot, mondtam neki, és a számhoz emeltem a tekilás üveget. Meg fogunk halni. Leperdültünk az útra, bele a másfél méteres gödörbe, ami a két autópályát választotta el egymástól. Odaadtam neki az üveget. Kiszálltunk az autóból, és kimásztunk az árokból. Megpróbáltunk leinteni az arra haladó autókat, és közben oda-vissza járt a tekilás üveg. Végre megállt egy autó. Egy 20 éves részeg csávú ült a volánnál. Hova mentek? Egy felolvasó estre, válaszolta Frenchy. Felolvasó estre? Ja, az egyetemre. Jó, szálljatok be. A srác itallal kereskedett. A hátsó ülés tele volt sörrel. Igyatok egy sört nyugodtan, és adjatok nekem is egyet. Elvitt minket a helyszínre. Behajtottunk az egyetem udvarára, és közvetlenül az előadó terem előtt álltunk meg. Mindössze 15 percet késtünk. Kiszálltam, hánytam, aztán bementünk. Útban odafelé még megálltunk egy kis üveg vodkáért, hogy rendben menjen a felolvasó este. Úgy 20 percet olvashattam, aztán letettem a verseket. Unom ezt a szart, beszélgessünk inkább, mondtam. A végén már üvöltöztem a közönséggel, és ők is üvöltöztek velem. Egész jók voltak, és ingyen csinálták. Kb. Fél órával később megjelent néhány prof, és kimenekítettek onnan. Foglaltunk neked egy szobát, Ginesky, szólalt meg egyikük. A női kollégiumban. A nőiben? Aha, egy jó kis szobát. Igazat beszéltek, a szoba a harmadikon volt. Az egyik prof hozott egy kis üveg viszkit. Egy másik pedig átnyújtott egy csekket és a repülőjegyárát. Ültünk, beszélgettünk, a viszki pedig járt körbe. Aztán elájultam. Mire magamhoz tértem, mindenki elment. De a viszki fele megmaradt. Ültem az ágyon, ittam, és azt gondoltam magamban, figyelj, te vagy Ginesky. Ginesky a legenda. Van egy imázsod. És itt vagy egy női koleszban. Nők százai laknak itt. Egy halom nő. Csak alsógatja meg zokni volt rajtam. Kimentem a folyosóra, bekopogtam a mellettem levő szobában. Hé, Harry Ginesky vagyok, a halhatatlan író. Nyisd ki az ajtót, akarok mutatni valamit. Hallottam, ahogy a lányok kuncognak. Na jó, ha hányan vagytok oda bent, kérdeztem. Ketten? Hárman? Mindegy, hárommal is elbírok. Gond nélkül. Hallottok, nyissátok ki. Hatalmas lila izé van nálam. Figyeljetek csak, megveregetem vele az ajtót. Ökölbe zártam az ujjaim, és dörömböltem az ajtón. Vihoráztak tovább. Szóval nem engeditek be Ginesky-t, mi? Hát akkor basszódjatok meg. Bekopogtam a következő ajtón. Lányok, itt az elmúlt 18 év legjobb költője. Nyissátok ki, mutatok nektek valamit. Finom húsit a szemére majkaitokra. Aztán megpróbáltam ugyanezt a következő ajtónál. Végigmentem az emelet összes szobáján, aztán a második emeleten, majd az első. Nálam volt a viszki, de aztán mégis meguntam a dolgot.
olyan volt, mintha már órákkal ezelőtt jöttem volna el a szobából. Iszogattam, miközben mentem vissza. Oké, ez nem jött össze. Egyszer csak rádöbbentem, hogy elfelejtettem, melyik volt az én szobám. Sőt, azt is, melyik emeletem volt. Egy idő után már semmi másra nem vágytam, mint hogy visszajussak a szobámba. Ismét próbálkoztam az összes ajtón, már halkabban. Rájöttem, mégiscsak gatyában meg zokniban vagyok. Nem volt szerencsém. A legnagyobbak a legmagányosabbak. A harmadik emeleten lenyomtam a kilincset egy ajtón. Kinyílt. A szobában ott voltak a verseim, üres poharak, a cigaretta csipkelteli hamutál, a gatyám, az ingim, a cipő meg a kabátom. Gyönyörű látvány. Becsuktam az ajtót, leültem az ágyra és leittem a viszkit, amit körbehúzoltam magammal. Felébredtem. Már világos volt. Furcsa, tiszta kétágyas szobában voltam, amiben volt tévé, függöny meg fürdőszoba. Motel szobának tűnt. Felkeltem és kinyitottam az ajtót. Kint minden tiszta hó és ég volt. Becsuktam az ajtót és körbenéztem. Semmi magyarázatot nem találtam. Fogalmam nem volt, hol vagyok. Borzalmasan másnapos voltam, és nagyon rossz kedvű. Felvettem a telefont és felhívtam Lidiát Los Angelesben. Gőzöm sincs, hol vagyok, baby. Nem Kansas City-be mentél? De, akkor sem tudom, hol vagyok. Az előbb kinéztem, és odakint minden csupa hó, és az utak le vannak fagyva, meg minden. Hol szálltál meg? Hát úgy emlékszem, egy női kollégiumban. Akkor feltételezem, hogy komplet hülyét csináltál magadból. Kitettek onnan, és bevágtak egy motelbe. Ne aggódj, nyilván nem sokára jön valaki, érted. Jézusom, egy kicsi együttérzés sincs benned. Figyelj, megint hülyét csináltál magadból, mint mindig. Hogy érted azt, hogy mint mindig? Az a helyzet, hogy egy szánalmas alkoholista vagy. Zuhanyozzál forró vízzel. Azzal letette. Oda mentem az ágyhoz, és végignyúltam rajta. Pofás kis szoba volt, de nem elég karakteres. De hogy fogok lezuhanyozni? Inkább bekapcsolom a tévét, gondoltam magamban, aztán elaludtam. Thank you.